Na szevasztok, srácok! Amíg melegszik az autó, indulás előtt, addig gyorsan elmondom, amit már régen el szerettem volna mondani. Ez inkább egy ilyen üzenet, mégpedig Erpetinek. Nagyon szépen köszönöm a promót. Fogalmam se volt róla, hogy rám talált, meg videót csinált rólam, de nyilván eljutott hozzám ez az egész. Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat rólam és a csatornámról. Örülök neki, hogy tetszik. Végtelen hálás vagyok, hogy beszélt rólam. A legutóbbi autós videóban úgy emlékszem, hogy azt mondtam még, hogy 91 feliratkozón van. Most ez, miután Erpeti megcsinálta ezt a videót, két hét alatt a 91-ről 131-re növekedett a feliratkozó. Szevasztok, feliratkozók! Szia, Sanyóca vlogger! Nyilván tisztában vagyok vele, hogy nem mindenki Erpetitől jött, de gondolom nagyon sokan az ő videójának hatására kerestek rá a csatornámra. Baromi jó ez nekem, nagyon tetszik, nagyon örülök. Igen, vannak azok a vloggerek, vagy vannak azok a videósok, akinek a 134 feliratkozó az igenis boldogság és nagy öröm. Úgyhogy Kuhár Bence után most Erpeti is felfedezte bennem a talentumot, a csiszolatlan gyémántot, és most jó kedvem van. Elindulok, szerintem már az autó eléggé meleg. Semmi különöset nem tervezek ma, be kell ugranom Kínába. Meg el kell mennem tankolni, illetve úgy döntöttem, hogy elmegyek tankolni, mert ugye másfél hónapot volt az autó szervízbe, és előtte ugye én is járattam, gondolom ők is nagyon sokat járatták már helyben a motort. Fogalmam nincs, hogy mennyi gázolaj van a tankban, és egyetlen autómnál sem hittem, nyilván nem volt vadonatúj autóm még sose, de egyetlen autómnál sem hittem abban, amit az üzemanyag visszajelző mutatott. Ezért akár kell bele üzemanyag, akár nem, most teszek bele. Ki akartam számolni egyébként a fogyasztást, de úgy, hogy szervizben van, és ugye egy helyben jár az autó, nem lehet fogyasztást számolni, úgyhogy most ezt újra megcsinálom. Már hogy tankolok, és felírom a kilométer óra állást. Na! Lehet, hogy... Ja, lássak is valamit, ha már megyek. Szóval a lényeg az, hogy előzze index nélkül egy lámpával. Nem baj, menjen csak. Szóval azok, akik azt szeretik, amikor videóba bohóckodok, meg hülyét csinálok magamból, azokat egy picit most el kell keserítenem, mert komolyabb témában szándékozom beszélni ez alkalommal. Gyere! Ne integessél, de szívem, hanem gyere! Szóval komolyabb lenne a téma, mint a hülyéskedés. Most egy kicsikét az útra figyelek inkább, mert ki kell kerülnöm a buszt, és hát még megy a reggeli forgalom. Szóval komolyabb lesz a téma. Még akkor is, hogyha esetleg demagóg dolgokról beszélek, vagy populista leszek, de hát remélem, hogy nem. Hála Istennek most felcsillant a remény, hogy a tömeg videókkal szemben lehet más tartalmat is találni a youtuberek munkásságában, illetve csatornáin. Konkrétan itt most a karitatív dolgokra gondolok, az emberségre, a segíteni vágyásra. Hát ez baromi ritka téma, mert ugye hát kihívásokat gyártani az mindig sokkal élvezetesebb. Na mindegy, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy két emberről konkrétan tudom, hogy végez ilyen tevékenységet, ilyen karitatív tevékenységet. Az egyik Kuhár Bence, akinek a csatornáján utána lehet nézni ezeknek a dolgoknak, hogy ő kinek és hogyan segít,
Van szerencsém ismerni Bencét, tehát már találkoztunk is, közös videónk is van, és ő tényleg olyan ember, amilyennek a videóban látjátok őt. Ő speciál egy hajléktalan embert talált, akinek segít, és azt be is mutatja. Nyilvánvalóan vannak azok a nincstelenek, hajléktalanok, koldusok, akiken egyszerűen nem lehet segíteni. Mert nem akarják, hogy segítsenek rajtuk, és elég nehéz leakasztani a polcról egy olyan embert, aki ezt el is fogadja, és hálás érte, és megbecsüli, stb. Na mindegy, Bencére sikerült találni egy ilyen srácot, hát végül is azt hiszem, hogy 54 éves, szóval emberkét. És valahol azért szánalmasnak találom azt, hogy van egy olyan ország, nyilván máshol is van ilyen, de akkor is nagyon gáz, hogy az ország maga nem képes, vagy nem hajlandó gondoskodni a polgárairól. És ez egyáltalán nem pártpolitika, és nem kritizálok se jobb oldalt, se bal oldalt, egyébként is baromira figyelek arra, hogy ne csináljak politikai mondandót, vagy ne mondjak politikai mondandót, mindegy, ez gyakorlatilag pártfüggetlen ez az egész dolog, az, hogy az éhező gyerekekről, a nincstelenekről, a hajléktalanokról, tehát csomó szerencsétlen emberről nekünk állampolgároknak kell gondoskodni, amivel egyébként nincsen semmi baj, tehát hogyha valakinek van ilyen indítatása, az hál' Istennek ugye magától is megy, de hát azért mégiscsak gáz, hogy ebbe az állam vagy az ország maximum úgy vesz részt, hogy néha ad az embereknek enni, meg szállást biztosít nekik, meg itt aztán onnantól kezdve menjenek az utcára. Na mindegy, ez nem megoldás. Szóval Bence segít egy hajléktalannak, Magyarósi Csaba, aki nálam a top videós, tényleg, imádom a munkáit, ő létrehozta ezt a Városhőse, nem tudom mi ez, Városhőse társaság, vagy nem tudom, na mindegy, ezt a programot, mondjuk így, ezt a Városhőse programot, ahol az éhező gyerekeknek segítenek, ennek is nézzetek utána, mert marha jó kezdeményezés ez is. Hála a jó Istennek, hogy vannak olyan emberek, basszus, akik nem az Oreót nyalják, hanem a kaját adják, vagy a kajára a pénzt. Olyan embereknek, akiknek szükségük van rá. Bénázok egy picikét, mert megbuszálj. Aztán hallottam én már Zsozé atyáról is, én megmondom őszintén, neki nem néztem utána, hogy kinek és hogyan segít, de minden esetre marha jó, hogy vannak ilyen emberek, és nagyon gáz, hogy az állam ebből nem nagyon veszi ki a részét, vagy nagyon bénán, vagy nagyon minimálisan. Na beugrok a kínaiba, aztán jövök vissza mindjárt. Utálok vásárolni. Nem pasiknak való a vásárlás. Eljöttem testápolókrémért, nem volt. Erre nem tovább megyek, hanem veszek egy csomag kávét, meg két tábla csokoládét. Á! Vedd be a lükvercet. Na szóval, ne meneküljetek meg, ott tartottam, hogy nagyon jó. Édes Istenem, hát honnan fordulok balra, meg? Szóval tök jó, hogy ennek van aktualitása, hogy előkerülnek olyan youtuberek, akik nem csak az öncélú marhaságokat mutatják be, meg kielik az exhibicionista hajlamaikat, mint például én, hanem
tevőlegesen is segítenek a rászoruló embereknek, szóval itt megemlítettem az előbb, ugye Kuár Bencéről beszéltem, Magyarosi Csabáról, aki a gyermekétkeztetésben vesz részt, illetve ennek lehetőségét szervezte, megalakította ki a barátaival, társaival, teljesen mindegy. A lényeg, hogy tett. Ugye Zsozé atya, de amit mondtam, hogy tényleg ő róla nem tudom, hogy pontosan mit csinált, de ha csinált, akkor király vagy. Szóval vannak ilyen emberkék a YouTube-on is, meg az életben is. Ott van például Mága Zoltán, akit én nagyon tisztelek. Hogyha valaki nem tudja, ki az a Mága Zoltán, azt el kell keserítenem, mert nem youtuber. Ő nem Cségon, meg Minecrafton játszik, hanem Hegedűn. Rendkívül magas világszínvonalon, szóval ő is benne van, na mindegy. Ő neki vannak ilyen akciói, mivel hála jó Istennek van szerencséje megtenni azt, hogy segítsen embereken. Szépen fogja a pénzét, elmegy, bevásárol, aztán puff, oda viszi az embereknek kézbe. Nem bízza ezt másra, a szervezetekre, nem akarom bántani a szervezeteket, de nem bízza ezt másokra, idegenekre, karitatív szervezetekre, megy, aztán megcsinálja ő maga. Az aztán tudja, hogy biztos olyan helyre fog kerülni, ahova kell. Királyság! Na, ennyit a segítésről. Mi a következő lépés? Ja, persze, üljön! Na, szóval, akkor most irány tankóni. Robogós barátunkat előre engedtük. Ja, és persze könnyű kritikát mondani, meg bántani embereket, hogy nem foglalkoznak meg ilyen dolgokkal, meg mindenki leszar mindenkit, mert jellemző azért a világra. Könnyű így vagdalkozni, kritizálni, meg szájat tépni mindenki tud, ellenben alternatívát nyújtani kevesen. Na most én erre kitaláltam, körülbelül 2 éve kitaláltam erre egy módszert, hogy ezen hogy lehetne változtatni, és természetesen, ahogy végzek a tankolással, ezt meg is osztom nektek. Vagy ezt meg is osztom veletek. Hoppá. Tankoljatok ti is velem! Bement 20 liter. 20 liter azért bement. Azt hiszem 55 literes a tankom. A kutas kislány lenyűgöző. Nem láttátok? Lósz, gyerünk. Szembe köt. A viszontlátásra. Ilyen boldogan tankolni embert még nem láttatok, mi? Ahhoz képest, hogy mennyi lóvém lett oda. Na, mi van? Szóval, nem a számot jártatom, meg nem vagdalkozok és kritizálok, hanem egyszerűen bevágok mindenki elé, mert az 1-5 DC megy, mint az állat. Na, hanem alternatívát nyújtok, kitaláltam egy megoldást erre a segítésre, vagy segítségre, az állam részéről, mert basszus, te elmész dolgozni, meg én elmegyek dolgozni,
lekecsölöd a magad 8-10-12 óráját, mit tudom én ki mennyiért dolgozik, tehát gürizel a pénzedért, és nem elég, hogy járulékokra, adókra elmegy majdnem a fele, hanem még mindenféle szervezet a telóvédat akarja, a szerencsétlenek, mindenki el akarja venni a te kis pénzedet, te meg örülsz, hogyha megélsz. Aki meg jól él, arra ez nem vonatkozik. És azt találtam ki, hogy mi lenne, hogyha... És bocsánat előre is a milliómosoktól, meg a nagy gyárosoktól, meg cégtulajoktól, meg mit tudom, én nem akarom én elvenni tőlük a pénzüket, de mindegy, azt találtam ki, hogy mi lenne akkor, hogyha mondjuk minden... minden milliómost, vagy nagy céget megkérnének arra államilag, hogy ha az éves bevételük, na most a hasamra ütök, ha az éves bevételük mondjuk meghaladja a nettó 50 millió forintot, ezt úgy kell érteni, hogy mindent kifizettek, dolgozókat, fejlesztést, rezsit, adót, meg mit tudom én, tehát tisztán 50 millió forint megmarad a zsebükbe évenként, akkor 50 millió forintonként egy rászoruló családot, gyereket, embert, teljesen mindegy, segíteniük kellene évi 1 millió forinttal. Azt, hogyha kiszámoljátok, jó, persze nem havi 100 ezer forint, de mit tudom én, havonta mondjuk 80 akárhány ezer forint, most vezetek, nem számolok. Szóval az a lényeg, hogy 50 millió forintonként egy ilyen nagy cég, vagy vállalkozó, vagy mit tudom én, az évi 1 millió forinttal támogasson havonta, nyilván, egy rászorulót, vagy egy rászoruló családot. 30 méterre van a zebra. Komolyan mondom, nem elég, hogy valaki idős, még meg is akar halni az úton. Basszus tuba. Most meg jó becsúsztam ide előre. Át kellene jutnom még ezen a ponton, bableves csülökkel vár az édes otthon. Nincs is bablevesed, Bukuc Zoli. Tehát 50 millió forintonként, nettó 50 millió forintonként, vagy a haszomból 50 millió forintonként évi 1 millióval támogasson rászorulókat, és hogy ez ne essen rosszul a nagy cégeknek, vagy a milliómosoknak, mert nem őket akarom kizsebelni, tehát én nem akarok más pénzével játszani, meg más zsebében turkálni. Ebben vegyen részt az állam úgy, hogy ezt az évi 1 millió forintot mondjuk a cégek, vállalkozók, aki ezt megteheti, azt tudja leírni az adóból, vagy legalább az 50%-át, és akkor őket se éri kár már azokat az embereket, vagy azokat a cégeket, akik segítenek másokon. Őket sem érné így kár. És nem mondják, hogy már megint a mi pénzünket akarják elvenni. Komolyan mondom, életveszélyesek a nyugdíjasok, tehát ön és közveszélyes közlekedést mutatnak be. Imádom, én is mindjárt nyugdíjas vagyok, basszus, már őszül a halántékom, meg mindenem tiszta őszt, én is egy vén szaros vagyok, de hát eszméletlen, hogy emberek mire nem vetemednek. Azért, mert neki pont a másik oldalon kell menni, és nem nő ki a lábuk alá egy zebra. Tehát annyira veszélyesek, nem is értem, hát fiatalon biztos nem voltak ilyen meggondolatlanok. Nincsen gyerekem, de ettől függetlenül éltem már olyan nővel, akinek volt. Meg dolgoztam óvodába is, mint gondnok, nem mint óvónő. Szóval tök gáz az, hogy Magyarországon, basszus, a 21. században, de ugye az egész világon is, de mindegy, itt élünk, tehát hogy Magyarországon a 21. században léteznek még olyan gyerekek, basszus, akik nem tudnak normálisan enni. Na erre mondtam, lehet, hogy populista gondolatok, lehet, hogy demagóg, hülye vagyok, de szerintetek ez nem gáz? Nem gáz, könyörgöm. Már hazafelé megyek, és azt a testápolót, amit meg akartam vásárolni, mert nekem nem mindegy, hogy milyen testápoló, nem kell drága dologra gondolni, nem vagyok ilyen,
Nem volt olyan testápoló, mindegy, majd veszek legközelebb, egyébként még van belőle, de az autót is meg kellett járatni, veletek is akartam már kommunikálni végre. Vezetni is akartam, ezt a vékony kis csúnya lányt is akarom. Apukája szíjat hasítana a hátamból. Gyakorlatilag erről akartam veletek beszélni, illetve ezt akartam elmondani nektek. Ezeket a dolgokat. Szombaton pléit van. Soha életemben nem voltam még pléiten. Hát most elmegyek. Megnézem magamnak ezt a helyet, valószínűleg, ha minden jól megy, valószínűleg nem egyedül megyek, hanem Bencével, majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nincs konkrétan megbeszélve még, de fennáll a lehetősége, legalább én sem fogok ott egyszer magamba unatkozni sok kisgyerek között, vagy nem tudom, tényleg nem tudom, hogy milyen típusú közönség lesz. Kíváncsi vagyok rá, remélem, hogy baromira nem fogok unatkozni. Nyilván ilyenkor mindig ott vannak a legnagyobb youtuberek, meg a legnagyobb feliratkozó számmal rendelkezők, és természetesen azért lehet találkozni másokkal is, az ismeretlen gyémántokkal, az eltitkolt géniuszokkal, olyan nagyságokkal, mint például Make Some Noise Channel! Tessék engem nézni! Ahhoz képest, hogy komoly témákról akartam veletek beszélni, megint kezd elgurulni a gyógyszer, és egyébként is töröm már a buksimat megint valami gyerekes hülyeség videón, de azt nem ma fogom leforgatni, mert előfordulhat, hogy délután el kell mennem dolgozni, ugye péntek, szombat, vasárnap, hétfő elég kemény nap volt, vagy elég kemény napok voltak, és végre nem fúj annyira a szél, meg nincs olyan borzasztó hideg. Most gyorsan hazaérek, zabálok valamit, nem is tudom hány óra, 8:30 van, gyorsan kajálok valami reggelit, aztán jövök ki, le kell mosnom, le kell veretnem a kerítést, mert nagyon koszos, kívül belül a kutya is összemocskolta, meg kinőtt rajta a moha, úgyhogy azt nagy nyomásúval leszedem, aztán hát ott van még hátul a kert. Ott meg ásni kéne, meg füvesíteni kellene, mert a nagy szőrös rém, a kutya, az gyakorlatilag tönkre teszi a füvet, meg mindent kiírt. Vagy szétrág, vagy kirohangál, meg kikapar, meg mit tudom én, azért hátul van egy kis pici rész a kertnek a hátuljába, amit elkerítettünk, bátyámmal, meg apuval, meg anyuval, meg mindenkivel, aki itt lakik, és beletette a munkáját, szóval van egy kis rész hátul, ami el van kerítve, oda szoktuk letenni a videóimban, lehet, hogy egy picit már láthattatok belőle, már ebből a részből, amikor hátrafelé videózok a kertbe, de a jobb oldalra szoktuk kirakni a medencét, nyaranta, és akkor a baloldali részen meg fű van, hogy ki lehet feküdni, napozni, meg a keresztfiam tud játszani, stb. És ezt a füves részt fel kell újítani már. Hogy lehet egy füves részt felújítani? Na mindegy, fel lesz ástva. Apám már elkezdte, ugye hát nyilván ebbe is részt kell vennem, mert erős vagyok, mint az állat. És azt meg kell csinálnom. Na, annyit tudok nektek mondani, hogy nem akarom reklámozni a Play-t, ellenben velem is lehet találkozni. Szerintem Bencével. Úgy hallottam, Lászi is kint lesz. Meg a nagy vloggerek, akiről nem beszélünk. Vagy akikről nem beszélünk, mert minek beszéljek róluk, hát mindenki tudja, hogy ilyenkor ki szoktak járni. Gyertek ki ti is! Köszi Erpeti! Szevasztok feliratkozók, szia Sanyóca vlogger! Viszont látásra kedves nézők, csókoltatok mindenkit, hello!